hogy belevágja a játékfejlesztésbe. Tehát egy kezdő szinten fogunk ma beszélgetni. Most ezen az alkalmon is azért nagyon sok helyről jöttetek, volt, aki már látta a bevezető tanfolyamunkat, de vannak olyan érdeklődők, akik még mostan először vannak, akár az oldalunkon is, nem hogy a játékfejlesztés világában. Na és egy picit ilyen általánosságban, ebben a kezdőkörben hoztuk létre ezt a mai anyagot, hogy tekintsük át az alapjaitól azokat a dolgokat, amelyekre azért fontos gondolod, amiben azért fontos közös nevezőn lennünk. Sziasztok! Szép jó napot, szép jó estét mindenkinek! Örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk ma este. És ebben, ha minden rendben, jelezzetek vissza esetleg valami nem tiszta a képpel vagy a hanggal, ugye ez nyilván az élő varázsosok esetben, de neki is tudunk futni. Azért gyűjtünk ma itt össze, mert hogy, mint találkoztattatok vele, a DevOps Akadémián elindítottuk a játékfejlesztés témakörébe kapcsolódó tanmenetünket, és mivel azért nagyon sok szempontból még a kezdő szinten járunk, úgy gondoltuk, hogy praktikus lenne egyfajta a játékipart, a stúdió, de még inkább az indie fejlesztést, és alapvetéseiben a kapcsolódó eszközöket, tematikákat egy kezdő szinten áttekinteni. Hiszen nagyon sok helyről jöttök ti is, és mi is még az elején járunk ennek a tanmenetnek, ennek a tananyag csokornak úgymond. Így aztán egy picit, hogy közös nevezőre hozzuk azokat az anyagokat, amelyeket a későbbiekben közzé fogunk tenni. Most ezen az alkalmon is azért nagyon sok helyről jöttetek, volt, aki már látta a bevezető tanfolyamunkat, van köztetek, aki találkozott már a kezdő tanfolyamunk anyagával, de vannak olyan érdeklődők, akik még mostan először vannak, akár az oldalunkon is, nem hogy a játékfejlesztés világában. Na és egy picit ilyen általánosságban, ebben a kezdőkörben hoztuk létre ezt a mai anyagot, hogy tekintsük át az alapjaitól azokat a dolgokat, amelyekre azért fontos gondolnod, amiben azért fontos közös nevezőn lennünk, és amiről azért úgy tudnod kell, hogy belevágja a játékfejlesztésbe. Tehát egy kezdő szinten fogunk ma beszélgetni, és hát miről is lesz szó? Valószínűleg találkoztál a webinár leírásával, azon most így gyorsan összefoglaltam ezt, és a leggyakrabban feltett olyan kérdéseket fogjuk ma tárgyalni, amit azért az elmúlt években, mivel nagyon sok fórumon is igyekszem segíteni különböző kezdőknek, erre a területre belépőknek, hobbistáknak. Így aztán azért látom, hogy mik szoktak az első felvetések, kérdések lenni, és bizony-bizony vannak köztük olyanok, amelyekre a közösség, vagy azok a, mondjuk, hogy a közösségnek azon tagjai, akik már jobban benne vannak, egy picit olyan félváról válaszolnak, hogy lekezelően, úgyhogy ha nem vagy képben ezekkel az alapvetésekkel, és nem biztos, hogy olyan egyszerű velük dőlőre jutni, de ezért is gondoltam, hogy ezek közül jó néhányat tisztázzunk ki. Aztán persze elő kell vennünk olyan kérdésköröket, mint a játékmotorok, a játékfejlesztéshez kapcsolódó különböző eszközök, legalább említés szintjén, illetve, hogy mit a játékiparnak azok az alapvetései, amit azért úgy képben kell vele lenned, hogyha ebbe az irányba szeretnél elindulni, és mindegy is, hogy stúdióban dolgozol, vagy valamilyen kis indie projektet dédelgetsz, és a saját játékodat szeretnéd a későbbiekben kiadni. A kiadásra egy külön témakört rászerveztem ebben az anyagban. Aztán hoztam néhány technikai demót is, illetve ugyanúgy, mint a korábbi témakörökben, a technikai oldalról is egy picit ezeket igazából témaindítónak szánom. És akkor itt hívjam fel rá a figyelmet, hogy tudsz menet közben kérdezni a cseten, fogsz találni itt a csevegés mellett egy kérdések nevezetű fület, ahová direktben a kérdéseidet be tudod érni. Jó hosszú anyag lett, így aztán mivel alapvetéseiben olyan 2-3 óránk van, igyekszem minél több kérdésre is sort keríteni. Azt azért jegyezzem meg, hogy mondjuk a kiadás, mármint a játék kiadás oldaláról, itt az ilyen jogi dolgokban, én nagyon szívesen beszélgetek róla, de nem biztos, hogy én vagyok az embered, vagy nem biztos, hogy a mélységeibe bele tudunk menni, vagy ugyanígy technikai oldalról, nem biztos, hogy ma tudsz rá választ kapni. De hogyha fölteszed a kérdésedet, akkor részinte igyekszem odaérni hozzá. Másik részinte találkozhatnál már azzal is, hogy a YouTube oldalunkon is tervezünk különböző anyagokat közzétenni, és hogyha itt valamilyen kérdés kimarad, azokat előre fogjuk venni a YouTube felületünkön, és ott igyekszem rájuk ezekre a kérdésekre választ adni, hogyha valami kimaradna a ma este folyamán. Oké, na hát itt vágjunk is bele.